Üdvözlök mindenkit, ismételten Farming Simulator 2017-tel játszunk. Igen, azzal játszunk, az tök jó. Na, a helyzet a következő. Előző videóban pontosan itt hagytam abba. Egyébként mocsok jól néz ki ez a játék, mármint hogy jó, hát lehetne jobb is, de hát minden lehetne jobb is, tehát na, az árnyékok villognak, mert az le van véve, mert annyira nem bírja a cucc. De nagyon szépen néznek ki ezek a fűben lévő kis piros kis gedvák, amik hát innen közelről annyira nem, inkább vissza megyek hátra, de hogy milyen szépen néz ki ez a hegy ott hátul. Na mindegy, szóval... Szóval a hanyag munkáról... Szerintem nem kell, hogy beszéljek, ma azt látjuk. Meg arról, hogy mi történt az előző videóban. Aki esetleg nem lenne még mindig képben, vagy nem tudná, annak most mondom. Most mondom, hogy Twitchen van Twitch csatornám, az ilyen streamelős, jó? Na, ott, ha bekövettek, akkor november 22-én, amikor a Farming Simulator 2019 megjelenik, azután, vagy akkor, nem tudom még pontosan, de annak a környékén fogok streamelni, nyilvánvalóan a Farming Simulator 2019 kipróbálása céljából. Ennek egyetlen egy oka van, hogy kipróbáljuk a Farming Simulator 2019-et. Na már most mindjárt elmondom, hogy hogy lehet ide feliratkozni, csak elmondom, hogy mikre lehet számítani. Számítani lehet arra, hogy fogok játszani vele. Ja, az meg most munkást indítottam. Számítani lehet arra, hogy játszani fogok a játékkal. Ez eddig fantasztikus, ez már valami. Arra is számítani lehet ez, hogy ott ugye nagyon sok kérdést lehet élőben feltenni, meg mindenféle ilyen fasság, tehát lehet nekem irogatni mindenféle hülyeséget. Az nagyon jó abból a szempontból, hogy sok embert ki lesz bannolva, mert ugye hát értelmes dolgokat írjunk, tehát erre figyeljünk oda, mert itt gondok lesznek. És ugye már ebből kifolyólag interaktívan meg tudtok kérdezni tőlem olyat, ami esetleg nekem nem jut eszembe, hogy kipróbáljam, de viszont ti kíváncsiak lennétek rá, még mielőtt megvásárolnátok a játékot. Mit tudjam én? Lehet-e tolatni a traktorral? És akkor hát nyilván lehet, csak hát honnan a szomból tudnám, hogy lehet tolatni? És akkor ki tudom próbálni, meg tudom mutatni, hogy így lehet, úgy lehet, ezt csinálja, azt csinálja. Továbbá, lehet segíteni valamilyen szinten, de csak olyan óvatosan, mert azért az is túlzásba tud esni. Hogy mondjuk mit, hogy kell megcsinálni, és akkor sokkal hamarabb rájön az ember, hogyha valaki helyette megoldja a feladatot, ugyebár? Hát így könnyű matek dolgozatot írni, szóval ez egy bevált módszer. Szóval valaki súg, akkor az tök jó, mert annyival is közelebb vagyok a megoldáshoz, viszont ezt sem szabad túlzásba vinni, mert azért egy ponton túl, az, hogy valaki kitalálja, hogy hogy játszak, az már sok. Jó? És akkor ugyebár a következő dolog, a legfontosabb, amire már mindenki az élete kezdete óta vágyott, hogy együtt játszhasson velem, na ez a legfantasztikusabb, hogyha a technika viadala közben úgy engedi meg magát a dolog, akkor ez jó megfogalmaztam egyébként, szóval hogyha a technika is úgy engedi, akkor nagyon nagy valószínűséggel fogunk tudni multiplayerezni, méghozzá a 2019-essel, hiszen ennek lesz az a napja, és nagyon szeretném megkérni mindenkit, aki a 17-tel és a 15-tel is szeretne játszani, hogy aznap erről nem lesz szó, tehát nem lehet ezt 15-tel meg 17-tel játszani, még akkor sem, hogyha a 19 nem fog működni. És ennyi. Gyakorlatilag ennyit akartam kb. Elmondani, ami kulcsfontosságú információ. És ettől függetlenül majd biztos, hogy fogunk még a 15-tel, 17-tel multiplayerezni. De az egyelőre nincs kilátásban, tehát azt most egyelőre felejtsük el. Ami a fontos, a 19 most, az fog nyilván most megjelenni, és arra lesz kíváncsi mindenki, hogy mit tud a játék.
Legalábbis én úgy gondolom, hogy erre kíváncsi mindenki, én erre vagyok kíváncsi, és ezért fogom csinálni. Ha valaki másra kíváncsi, akkor az szerintem rossz helyen fog járni akkor, de mindegy, megoldjuk valahogy. Kurva jó, hogy nem ér össze. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy... valami ilyesmire kell számítani. Ami biztos, a minőség nem lesz valami fasza, és remélem nem fogok laggolni, mert az durva. És ami fontos, hogy remélem... tehát alacsonyabb grafikán lesz, ez nem remélem, csak... Na, szóval kezdem újra ezt a mondatot, mert egésznek semmi értelme nem volt már az elejétől fogva. Tehát alacsonyabb grafikán lesz, ez biztos, mert mint az előző videóban is említettem, azért kezdek kifogyni az erőforrásokból. Az új játékok egyre nagyobb gépigényt támasztanak itt a dolgoknak, és az a baj, hogy most kb. Úgy állok, hogy most már processzorilag is gyenge a gép, meg most már videókártyailag is gyenge a gép, ami nem jó. Egyáltalán nem jó, mert nyilván egy YouTube csatornát arra fölépíteni, hogy low, alacsony grafikán játszik valaki, annak nem sok értelme van, mert ugyebár azt mindenki meg tudja otthon csinálni, mi a szomnak nézni a videót. Viszont az, hogy full grafikán hogy néz ki a játék, az tök jó, mint ahogy ez is, full grafika, kibaszottú 60 fps, nagyon szépen néz ki, minden mozog, tökéletes fasza, és ugye ennek van értelme. És ugye értelmét nem kívánom elveszíteni az egész dolognak azzal, hogyha nem tudom futtatni a játékot jó minőségben. Viszont ez sajnos most lehetséges, hogy elő fog állni, mert hogy azonnal kell játszani az új játékkal, és nem igazán van hozzá szerintem hardverem. Én nem azt mondom, hogy nem lesz szép, mert szép lesz, ez biztos, csak nem lesz maximumon, ez valószínű. Hát csak úgy mire lehessen számítani, azt próbálom amúgy elmondani. Ezekre valószínűleg. De semmi probléma ezek viszonylag egyszerű problémák, tehát ezek olyan dolgok, amiket általában meg tudnak oldani, meg tudok oldani. Na az van, hogy ez a kultivátoros gép, ami egyben kultivál is, de én nem kultiválom. Az van, hogy fingom sincs, hogy mi az Istennel kell bekapcsolni ugye a felső menüt. Op, nem tudom mit csinál, ugye ez a tempomat volt csak. F1-jel, hülye vagyok, na mindegy. Obetivel kell ezt váltani, nem? Azt mondja, a válasz magot Z betű. A kurva anyját. Igen, szóval akkor mit vessünk ide? Füvet? Nem. Szálas, az gabona, búza, mit tudjam én. Nem érdekes. Hagyjál. Jó, szóval ezt fogjuk ide vetni. Elkezdjük kinyitni a gépet, mert mire odaérünk, addigra kész vége mindennek. Így van. Kurva nagy ez a gép, úgyhogy egy kicsit azért visszább tolatunk. Na, pontosan beállítjuk ide a dolgot. És átülünk nem a kocsival, nem ebbe. Na és szépen betolatunk és elhozzuk onnan az egyik gépet. Pontosabban azt a bazin, hogy szart, mert arra szükségünk van. Igaz, a 16-osnál. Szóval az a lényeg, hogy lesz egy ilyen kis streamecske. Igen, gondoltam, hogy lesz kérdés. Hogy fenn lesz a YouTube-on, igen, nyilván fenn lesz YouTube-on, de csak jóval később és vágott verzióban. Illetve, hogyha jól sikerül az egész stream, tehát nem kell szanaszét vagdalni az egészet, akkor stream formájában is fönn lesz. Viszont nyilvánvalóan az a stream formája lesz először fönn, hogyha működőképes a dolog, akkor stream lesz először, aztán utána lesz a kicsit vágattabb része. És ennek még az a fontos feltétele, hogy attól függ, hogy mennyire kell vágott részt csinálni belőle, mert az is lehet, hogy a stream bőven elég lesz ahhoz, hogy elmondjon mindent. De valószínűséggel valami olyasmit tervezek, hogy ugyebár lesz az a része a streamnek, amikor én kipróbálgatom a játékot, az vágott tartalomként biztos, hogy föl fog kerülni egy kicsit dióhéjban.
Viszont az a része, amikor multiplayerezünk, az egy külön, nyilván egy külön videóként, de az pedig multiplayeres részként fog felkerülni. Úgyhogy tök fasza. Azon gondolkozom, hogy hova picsába hozom ezt a cuccot. De most már rájöttem, és arra is rájöttem, hogy nem igazán ez volt a jó megoldás, hogy ki kellett volna vinni a nagy útra, és ott elvinni, de semmi baj. Azt nyilván tudom, hogy ez a traktor nem ennek a húzására van kitalálva. Nem véletlenül nem vetek vele, vagy mi a szar, nem vetőgép ez, hanem az a talajforgató. Nem véletlenül nem használom, csak szállításra. Kicsit azért mehetnénk gyorsabban. Szóval az a lényeg, hogy igen. Szóval Twitch-re hogy kell, tehát az első kérdés az szokott lenni, hogy miért Twitch, miért nem YouTube-on streamelek? Azért, mert egyrészt YouTube-on nincs beaktiválva a streamelés lehetősége, amit be kellene aktiválni. Nyilván ennek nem olyan túlzottan nagy igényei vannak, szóval nem tartana sem eddig gyakorlatilag, de engem nem is érdekel a YouTube-os streaming. Engem igazság szerint az érdekel, hogy normálisan lehessen streamelni, és streamelésileg a Twitch sokkal jobb platform. Arra van kitalálva, és azt a funkcionalitást nagyon jól ellátja. Magasabb bitréttel lehet streamelni, bár fingom sincs, hogy YouTube-on milyen bitréttel lehet streamelni, tehát igazság szerint ez nem megalapozott ez, amit mondtam. Viszont azt tudom, hogy oda hogy kell, azt tudom, hogy hogy működik, azt ismerem. Nyilván ti nem valószínű, hogy ismeritek, viszont itt az ideje, hogy ez most megtörténjen, hogy megismerjétek. Úgyhogy ebből következőleg a következőképpen lehet feliratkozni, pontosabban bekövetni a Twitch-em, már ott ilyen követés van, nem feliratkozás, de lényegében ugyanaz. Ugyebár a YouTube csatornámra, ha rákattintottok, amit úgy tudtok megtenni, hogy a videó alatt ott van a nevem, arra rákattintotok, bejön az oldala, aminek a tetején egy nagy kép van. A képnek a jobb alsó sarkában ott lesz a Twitch link, igen, a linkje a csatornának. Arra, hogyha rákattintottok, akkor bejön a Twitch-es oldalam. És ott semmi más nem kell nyomni, mint a követés gombra. És a követés gomb megnyomásával be tudjátok kapcsolni az értesítést. Hogy kapjatok értesítést. Na ez egyértelműen, hogyha valakit érdekel az, hogy egyébként bármi mást mikor streamelek, akkor annak nagyon ajánlatos bekapcsolni. És aki kíváncsi a Farming 19-es videókra, ami pontosabban streamekre, akkor annak is nagyon érdemes bekapcsolni, mert ott lesz elérhető az a funkció, hogy kapjál róla levelet, miközben én nem... Tehát miközben én elindítom a streamet, meg minden, addigra ti kaptok levelet, elvileg. Gyakorlatilag ez a funkciója nem 100%-os, pontosabban azoknál a csatornáknál, ahol ilyen több százezer felé követő van, azoknál nem igazán kapják meg ezeket az e-maileket, úgyhogy ez érdekes, ezzel most én egyelőre nem tudok mit csinálni, majd fogok, de most egyelőre nem tudok vele foglalkozni. Viszont ami a lényeg, hogy érdemes feliratkozni, hogyha kíváncsiak vagytok rá, ott fogok játszani vele elsőnek, ott azonnal lehet látni, föltenni kérdéseket, és igazság szerint ezt már elsoroltam a videó elején, de akkor most még egyszer elmondom, mert teljesen mindegy. Szóval ott ki fogjuk tudni próbálni mindenét, és aki még esetleg nem vette meg, mert én ugyebár már előrendeltem, aki még esetleg nem vette meg, és tervezi megvenni, és csak akkor szeretné megvenni, hogyha mit tudjam én, viszi a gépe, jól néz ki, van benne sárga traktor, akkor az ilyen barom arcú kérdésekre tudok választ adni. Nem feltétlenül mondom azt, hogy minden hasonlóra fogok is, tehát ez fontos. És az sem biztos, hogy sokan túl fogják élni azt az eseményt, ami ott fog történni, mert ugyebár a baromság magas szintű határait el lehet érni azon a szinten, hogy mondjuk bannolásra kerüljön valaki. Szóval azért úgy óvatosan, tehát hogy mondjam, oké, hogy az internet, csak hogy vannak szabályok itt is, tehát észre. Na mindegy. Szóval így kb. Ennyit akartam mondani, és közben meg is érkeztem a célállomásra. Na, húzd már bejjebb egy picit, mert kilóg még az útra a fele. Hát vagy rá fogok tolatni, mert kurva kicsi a hely.
Teljesen jó, kifértem. Na, szóval az a lényeg, hogy ez a szituáció, és ez nagyon klassz. Nagyon klassz, miért? Mert azonnal fogunk játszani a játékkal. Ez tök fasza. Második, azonnal látjátok azt, ahogy játszom. Harmadik, bele tudtok szólni valamilyen szintig abba, hogy mit nézzek meg, mit próbáljak ki, mit csináljunk meg, vállaljak el munkát, ne vállaljak el munkát, valószínű ugyanilyen munkarendszer lesz benne. És egy csomó más egyéb dologba is egyébként így bele tudtok szólni, ami tök jó. Harmadik, ugyanúgy lesz belőle YouTube videó, tehát akik esetleg később csatlakozott, az is meg tudja nézni. És ez tök jó arra, hogy eldöntsétek, hogy megvegyétek, ne vegyétek, mi legyen. Nyilván aki kibaszottul szereti a farmingot, annak nem kell megmagyarázni azt, hogy miért vegye meg. Viszont aki csak úgy éppen a határán van, az lehet, hogy örülne neki. Szóval itt katasztrófa van, halványul a fingom sincs, hogy mivel mit kell csinálni ahhoz, hogy itt ne legyen katasztrófa. És így körülbelül ennyi. Ennyi nekem itt az itteni tevékenységem, úgyhogy megyek is innen tovább. Itt hátra lehet menni? Nem lehet hátra menni. Itt a szivattyú. Szar szivattyú. Szarát elmelő szivattyú. Na, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy tök jó lesz. És ez fontos. Ez fontos, akit érdekel, úristen, ezt én csináltam. Hát beszarok. Úgy dolgozok, mint tényleg a valós emberek öcsém, beszarok. Van ilyen vizes cucc, lehet, hogy egy vizet azt hozzunk nekik. Hozzunk nekik vizet akkor. Van ebbe víz? Megnézzük mindjárt. Hát, hogyha tudnák tolatni, beszarnék. Ez jó lesz, bár nem tűnik annak. Van benne víz. Hova lehet ezt kilögybölni? Viszünk akkor a birkáknak is. Azoknak is kellhet. Azt mondja, a fingom sincs rakodás, van. Kirakodás, I betű. Rakodunk. Ettetővájú befogadó képessége 6 nap. Remek. Igazság szerintem belehúgyoztam a vájúba, kb. Ennyi történt. Csak hogy úgy... Ezt a mennyiségű cuccot én nem tudom. Na mindegy. Szóval arról van szó, hogy tök jó lesz. A videókkal kapcsolatosan nyilván vannak problémák, mert hogy úristen, nincs videó. Igen, nincs videó, ha igazság szerint ez sincs, tehát ez sem létezik. Na mindegy, az a lényeg, hogy igen, nyilván nincs rendszeresen tartalom, és a rendszertelenül sincs nagyon, úgyhogy igazság szerint ez gond. Ezt nyilvánvalóan én is tudom, és az egyetlen oka ennek az, hogy kurvára nincs időm vele foglalkozni, és ebből fakadóan se nem felvenni, se nem megvágni, és se nem föltölteni nincs időm, szóval így az egész komplex folyamat az így megvan baszva, mert mindegyikhez kurva sok idő kell, és ezek nem állnak rendelkezésre, amiután, hogy nem állnak rendelkezésre, így nem nagyon tudok velük mit kezdeni, és mivel nem tudok velük mit kezdeni, így maguktól nem lesznek videók, ezért így nincsenek videók. Kurva Herbenit meg eltüntetem a picsába. Én úgy emlékeztem, hogy itt van átkelő, de ezek szerint nincs. De valójában én átjöttem. Jó? Nem látta senki. Kész. Szóval az a lényeg, hogy... Egyébként... Arra akartam kiukadni... Nekem egyébként sokkal szarabb érzés, hogy nincsen videó, mert én egyébként tökre... tagra játszanék, tehát kurva sokat játszanék, egy csomó minden, olyan terveim voltak, hogy miket csinálnék meg, hogy az ami hihetetlen. Csak hát basszatom. Na, azt mondja, hopp, nem akartam váltani, de egyébként tök jó, hogy látjuk, hogy mi a helyzet. Dolgozik. Remek, már igazság szerint a fele meg is van. Jó, növekszik téma van. Dolgozik rajta. Ez 11-es terület, ez nem, ami nem is érdekel. És azt mondja, állatokkal akartam megnézni, hogy mi újság van. Itt mindenféle árak mennek mindenféle irányba, remek. Pénzügyeink a szarban vagyunk, mint mindig. 300 mínusz hitelem van. Na, tessék, visszafizettem egyet, mindjárt fel is veszek egyet. Nem, amúgy. Sok értelme nincs, hogy kifizetem, mert úgy sincs miből. Szóval igazság szerint hagyjuk. Gyapjú. Itt van valami 16% gyapjú. Az halványul a fingom sincs, hogy mi. De el tudom képzelni. Azt mondja. Termelékenység. 80% termelékenység. Igen, jól olvastam.
az itt 66, 76%, itt meg 8, és valahol nagyon nagy a szar. Azt hol írja? Elvileg itt 18 nap, 42 óra mi alatt szaporodnak, itt meg valami 266 nap, baszki, de mi a lófasz? Következő átlag. Jó. De mi a baj? Azt mondja, a tisztaság az 0%. Értem, tehát itt 100%-nak kéne lenni a tisztaságnak. Jó, erről már beszéltünk, fingom sincs még továbbra sem, hogy mi a szamat kell csinálni a tisztasággal. Azt viszont látom, hogy a víz az 100%-on van mindenhol, meg a fű ott is, és ettől függetlenül, pontosan van itt, ettől függetlenül tisztaságuk meg nincs. Mivel lehet tisztaságot csinálni? Várj, már itt vannak eszközök. Itt fűnyíró eszközök vannak. Bazd meg, és ezt évekig fogjuk hallgatni ezt a zenét. De ilyen te nem lehet elvált, hogy hallgatunk mást. Szóval ez egy fűnyíró cucc. Jó, akkor tolassál. Ezt visszavisszük ugyanoda, onnan hoztuk. Jó, akkor körbe kell, hogy menjek, mert nem tudok hátra tolatni, mert beakadok. Jó, egyébként meg tudnám oldani, csak most már nincs kedvem hozzá. Egyszerűen fantasztikus. Egyébként a rádió ilyen szinten szar a játékba, de erre most nem beszélnék sokat. Telere. Ma ez nem megy, de nem baj. Szóval tele lehet rakni zenével a cuccot. Csak az a baj, hogy lószar nem érek vele, mert mit most. Ugyanazt az egy kurva zenét játsza. Azt mondja, mi a fasz? Jaj, ezeket a menet közbeni játékokat, ezt nem kellett volna. Ó, ha kikapcsolom, akkor játsza tovább a zenét. Akkor jó, akkor kikapcsoljuk és megvárjuk, míg végig játsz a zenét. Úgyis utálom ez a szar, mármint, hogy most kéne venni a zenelistából, mert annyira nem jó. Csak azért megyek át, mert miért nem mennék át. Szóval az a lényeg, hogy azt szerettem volna kifejezni, hogy mennyire elfasszán fut a játék. Egyébként egy kicsit vissza van véve a grafika, anyád. Ami ilyen látótávolságbeli problémákkal kapcsolatos csak. Tehát a 200%-os látótávolság 175%-ra van véve. Katasztrofális szerintem. És így kicsit jobban fut. Ez azért is volt furcsa, mert hogy eddig futott rendesen a játék, és most szerintem már update-elgették itt a dolgokat, a videókártya driver és játék oldalon is, és szerintem ezek így elkezdtek egymással harcolni, és egy ilyen kisebb csatát kezdtek el vívni, miközben én próbálkoztam játszani, és így a csatának egyes robbanásai megrángatták a képet, szóval az a lényeg, hogy egy-egy pillanatra nem volt kép, ami azt eredményezi, hogy szaggatott a játék. De hát ezek ilyen eléggé minimálisak voltak ahhoz képest, és a minimális az azt jelenti, hogy már katasztrofális nálam. Mármint, hogy az, hogy van egyáltalán, hogy létezik ez a katasztrofális, olyan, hogy lag, nálam ilyen nincs. Nem is ismerem, hogy ez mit jelent, meg szaggatást sem ismerem, hogy mit jelent. Úgyhogy gyakorlatilag azonnali quick fix az az volt, hogy egy hangya pucur kányit, visszavettük a grafikát, ami technikailag csak látótávolságbeli csökkenés, ami amúgy is a 100%-on fölül van, tehát a gyártó által elkészített távolságnak többszöröse, és most hát nem kétszerese, hanem csak 1,75-szöröse. Aki jó matekból, az tudja, hogy mi a kettő között a különbség. Én kevésbé vagyok jó matekból, úgyhogy semmi. Azt felejtettem el, hogy mi a retket kéne csinálni. Ez most kezdte el játszani ezt a szemetet. Ó, én ezt nem hiszem el, nem hiszem el. A permetezőgép. Sose fogunk összeszedni semmit. Jó, muszáj vagyunk végig hallgatni.
Jó napot, hiba bejelentő, Kovács Tibor vagyok. Én egyszerűen ezt nem hiszem el. Kibaszott vejki a régi, te is az többet jelent. Jó, a jószágokra rájöttünk, hogy lófasz nem érünk velük, és jelenleg ez így is fog maradni. Itt semmi érdekes nincs, itt meg beállítások vannak két lapon keresztül, úgyhogy ez kell nekem, ez a térképes cucc. Jó, azt mondja... Növény, meg mit tudjam én mi? Tényleg amúgy van erre egy trükköm. Nem, még egyel. Ez se rossz. Mindegy, faszni bele. Nézzük, hogy ez hol van. Igen, erre számítottam. Jó, ez nem fog menni. Úgy érzem, össze kell ezt zárni a könnyebb megfordulás érdekében. Nem, nem kell összezárni. Igen, nem oldott, nem csináltuk meg a témát. Ajajaj. De már elvittem a cuccot. Nem tudnék bérelni egy traktort esetleg? Van itt ilyen I betű, O betű, P betű. Hát működnek itt a dolgok, még emlékszem itt mindenre. Az összes gombot végig nem magadom, akkor rájövök mindenre. Jó, azt mondja, traktorok. Van nekem egy ilyen Getz nagy traktorom. És szép sárga. GTB, nem biztos, hogy ez amúgy. És megint ezzel a gedvás szar zenével vagyunk itt, nem baj, majd kivágom meg. És azt mondja, hogy bérelni ezt 13 000-ért lehet, de naponta csak 1650. Hát most nekem mennyi pénzem? Vára van. De ez nem az a gép, amit én néztem. Várjál, várjál, menjél csak vissza. Mennyi feljebb? Bazd meg, átváltottam kamionokra, de mekkora menő kamionok vannak? Már mindjárt veszek egyet, hülye vagy? Na, azt mondja, ilyen nem van. Hát persze, fantasztik. Vagy falsztrak, mindegy, hagyjuk. Inkább nem olvasok, mert az abból mindig csak katasztrófa van. 18 000 és 2525 drágája. Na, szükségünk van egy ilyenre, azt mondja, béreltél egy járművet, vegyed igénybe. Anyád? Meglepően dettó ugyanúgy néz ki. Ez ugyanakkora? Ez nagyobb? Asszom se tudja. Ne hellózzál! Takarodjál dolgozni! Na, azt mondja... megint a remek zene, még mindig. Mindegy órákon keresztül fog menni, na nem baj. Nem érdekes. Csak engem basz fel. Jó. Ezt ki is csutkáztuk, 73. Végre valami értelmes dolog jutott eszembe. Lehet bérelni gépet. Amúgy, hogyha... Ezt nem lehetne, én már lehet, hogy tökön szúrtam volna magam, vagy valami hasonló dolgot műveltem volna magam, valami nem bizonyára azért, mert annyira tetszik, hanem nyilván azért, mert nem. Szóval, igen. Egy érdekes. Alapvetően ez a terület nem sokára készen van, de ez senkit nem érdekel. Nekem igazság szerint ez kell. Ez kell. Méghozzá nem ide, hanem odébb. Most, hogy feljöttünk az útra, egyébként nagyon ilyet nem lehet csinálni. Mindegy, mármint, hogy úgy logikailag a világban, szóval, hogy így traktorral fölmenni az útra azért elég durva. Autópályán, traktorral, mekkora menő már? Nem szoktak ilyenek történni, hála égnek, mert nem lenne olyan szép vége. Ez valami. Ezzel tudunk... O betűvel tudunk váltani? O betű volt? Z betű volt. Szóval, hogy a borsó is van, meg répa, meg cukor, meg... egy kis kukorica. A kis kukorica az pont jó lesz. Méghozzá, mindjárt mondom, hogy hova. Amúgy bazzeg, ez 70-nel azért keni neki. Úúú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 
73 és ki is csutkázta, kész. Ez valami vadbarom, így kanyarogok. Mert hát ugye nyilván nem kormánnyal játszom. Ja, hát arról nem is beszélve, hogy egyébként a játék összes DLC-je megvan, már csak egy kormány kéne hozzá. Nem ezt akartam, igazság szerint azt akartam. Miért vagyunk itt? És miért van rajtunk a vizes kocsi?
Nem, ez nem vizes, ez a permetezős. Ez a trágyázós ráadásul. És bassza meg. Jó, oké. Azt akartam megnézni, hogy itt mi a folyik a szembe a Dunába bele. Szóval 13 csak művelt felület, földterület. Kinyitjuk ezt a cuckerájt. Beállítottuk, hogy kukorica lesz itt. És azt mondjuk neki, hogy úsgyi. El is kezdődött a földművelés. Egyszerűen fantasztikus. Jó, így van. Ez innentől növekszik státuszba került. És azt mondja, amit még meg lehet nézni, az az, hogy hova mit ültettem, ami bár nem érdekel senkit. És az még fontos, hogy igen, ezt akartam. Meg van trágyázva, szántást igényel, semmelyik területünk nem igényel szántást. A 16-osat körbe lehetne bazgurálni, mert azzal vannak gondok, de most erről ne beszéljünk. Úgyhogy ez kész van kb. De az majd mindjárt egyébként, hogyha felszántom, akkor jó lesz. És az a lényeg, hogy akkor ezek szerint ezzel menni kéne arra a területre, amelyiken most végeztünk, és utána azt fölhozni ide, és itt elkezdeni bevetni az összes cuccot. Úgyhogy a következő videó arról fog szólni, hogy befejezzük azt a területet, amit betrágyázzuk azt a területet, amit most bevetettem, és utána már csak permetezni kell lesz. Akinek tetszett a videó, az ne felejtsen el feliratkozni a csatornámra. Ne felejtsetek el bekövetni Twitch-en, hogy esetleg ha streamelek, arról nem maradjatok le, és dobjatok egy lájkot a videóról, hogyha tetszett. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!